Javában zajlanak a munkálatok itt a Kálui úton, egy ideje már csak 30 km/órás sebességgel közlekedhetnek az autósok ezen a szakaszon. A projekt előkészítő tevékenysége még tavaly ősszel, a kivitelezési munkálatok pedig idén márciusban elkezdődtek. A beruházás várhatóan július legvégére befejeződik. A projektnek köszönhetően összesen 8 km kerékpárút épül. Csak is kizárólag a kerékpárútnak a kivitelezési költsége az meghaladja a 1,5 milliárd forintot, és ezen felül ugye vannak még előkészítési tevékenységek, tervezés, műszaki ellenőrzés, kötelező nyilvánosság, ami ugye tovább növeli, tehát 1,6 milliárd forintból ez a projekt rész, ez annyiból valósul meg. Nyíregyháza közigazgatási határain belül jelenleg 63 km hosszú a kerékpárút, ha a Kálói úti beruházás elkészül, a biciklisek már több mint 70 km-es távolságon tekerhetnek a megyeszékhelyen. Egy újabb szakasz van előkészítés alatt, amivel, hát hogyha minden rendben lesz, akkor évvégére meg fogja haladni a 80 km-t a kerékpárútnak a összes hosszúsága Nyíregyházán. A közlekedési korlátozások várhatóan július végén megszűnnek ezen a szakaszon, addig is kérik a gépjárművezetők türelmét és fokozott figyelmét, a gyalogosok pedig csak a kijelölt szakaszokon közlekedjenek. A tervek szerint a biciklivel közlekedők még a nyáron használatba is vehetik az új kerékpárutat.